Na sziasztok gyerekek, itt vagyunk Istivel egy Szerbusztok. Kibeszéljük sorozat részbe, és a mai napon a vezetési, nem is az, hogy aki el akar kezdeni, tanulni, vezetni, annak próbálok ötleteket adni, vagy tanácsokat adni, úgyhogy Istit kérdezem, Isti is úgy próbál tanácsokat, ötleteket adni, vagy tippeket, nem is tudom, ötleteket, tippeket, tippeket. Hát, tippeket, igen, igen. Hogy beszél a saját tapasztalatairól, stb. Egyébként azt érdemes tudni, hogy én most szeretnék majd elkezdeni ősszel vezetni, tanulni. B-kategóriás jogosítványt autóra, és úgy egyszerű, csak ha én már tudom, hogy B-kategória az autó, ugye? Úgyhogy... Hogyan a megfogalmazás? 3,5 tonnát meghaladó, nem meghaladó, 3,5 tonna súlyig. Összsúlyig, nem vagyok benne biztos, hogy az, hogy 3,5 tonnáig vezetett. Én nem tudom. Tehát még egy, mit tudom én, furgont, egy normál méretű furgont vezethetsz vele a B-kategória, az a max. És... meg egy ponyváskó teherautó. Ugye Isti már azért 6, hány éve vezet? Mit tudom én, várjál, 7. 17 volt, amikor megcsináltam a jogsit, amikor én csináltam, az volt a minimum. Tehát az volt a korhatára. Most hogy, 16 és fél vagy. Én nem tudom, tehát nem vagyok ebbe képbe. Nem akarok hülyeséget mondani, de tényleg nézzétek meg. Persze, nem így mondjuk el, meg tudjátok ki is azt keresni bőven abszolút. De én nekem, amikor én csináltam, 17 volt a korhatár. Viszont volt egy ilyen kikötés, hogy egyedül azt hiszem 18 éves korig nem vezettem. De ez most azt hiszem most is úgy van, de tényleg nem akarok hülyeséget mondani. Ja. Erről tájékozatlanok vagyunk, de valószínűleg azt hiszem most is így van. Meg aztán volt még aztán még egy ilyen megkötés, erre ezekre figyeltem, hogy 18 vagy 19 éves korom még nem vezetettek külföldön utánfutót. Wow. Volt egy ilyen, emlékszem, nem vagyok benne biztos a korhatára, de volt még egy ilyen, de mondom, jó, hát nem terveztem úgysem, úgyhogy ez még egy ilyen dolog volt. Hát nem tudom, Patrik, tehát hogy te fogod elkezdeni, most mire szeretnél. Én kérdezgetek, figyelj, van, nekem rengeteg van. Kérdésem van. Aztán majd az égén is majd mondok pár dolgot, hogy én minek örültem volna, ha mondták volna, amikor csináltam volna, amikor volt a vonat. Na. Okay. Az első kérdés az lenne, hogy amikor eldöntötted, hogy te jogsit szeretnéd csinálni, azelőtt pár hónappal elkezdted a kreszt tanulni, vagy mit csináltál? Vagy vezettél már előtte így, vagy valami? Hát tulajdonképpen ugye volt egy ilyen fellángolásom gyakorlatilag, amikor is hát tudtam, hogy mit tudom én, ez nyáron volt, azt hiszem a Balatonparton voltunk, és tudtam, hogy én ilyen ősszel, majd suli kezdéskor, nem tudom miért pont a suli kezdéskor, teljes logikátlan volt az egész, akkor majd elkezdem, vagy szeptembertől elkezdem csinálni jogosítványt, és akkor ugye leültem, megvettem a kis B-kategóriásoknak szóló, vagy D-kategóriára szóló ilyen kresztkönyvet, ez az autóvezető kézikönyv, sárga könyv igazából. Elkezdtem mélyen tanulmányozni, hát ez egy fél napig tartott, egy óráig, amíg úgy érdekelt, mondom, hogy félredobtam a francba. Szóval igazából nagyon nem volt, hogy elkezdtem volna mélyen tanulmányozni, egy olyan, hát egy rendesen egy csomagba fizettünk be, egy ilyen családi céghez, tehát nem egy ilyen nagyobb ilyen céghez, akik ezzel foglalkoznak, nem Budapesten tanultam, hanem Szentendén egyébként ráadásul. Szóval nekem az olyan volt, hogy ilyen ott helyben, tehát a pasi volt egy ilyen része, hogy rendesen elméleti oktatás. És kreszt azt nem is. Mert sokan azt csinálják, hogy kreszt jogsi előtt tanul. Tehát így tanulják otthon, hogy utána már menjen. Hát fia, én neked tök őszintén megmondom, és szerintem nagyon sok ember nevében beszélek, hogy szerintem nagyon kicsi az a százalék a vezetőknek, a jelenlegi vezetőknek is, akik ténylegesen olvastak kreszt könyvet. Mert általában ez úgy működik, hogy eljársz elméleti oktatásra, ott elmondják a nagyon fontos dolgokat, esetleg följegyzeted, megjegyzed a fejedben, utána pedig hozzávágják a vizsgaprogramot, és akkor azt megtanulod. Tehát egy ilyen 20-30-tól kitöltöd, és a végén már tudod az egészet. Most úgy tudom, most szigorodott a dolog. Tehát most már nem ez működik, hogy mit tudom, van, nem tudom, mondjuk 200 kérdés mondjuk, amit most csak így hirtelen hasonlítésre mondom, vagy 150 kérdés, amit így folyamatosan változtatott a gépben. Nem, ez tényleg így működött, hogy mit leültél, 20-30-tól kitöltötted, és utána már fejbe ment az egész. És elmentél, és ugyanazok a kérdések voltak, mint a programban, és akkor már így tek. Persze nyilván cserégette a válaszokat, tehát figyelni kellett, de nem mindig oda tudtál nyomni, a négy választás, aztán négy választás lehetőség volt, ha minden igaz. Tehát ez így változott, de nálunk ez ilyen volt, de úgy tudom, most nem is olyan rég, talán tavaly szigorodott, vagy lehet idén, de inkább tavaly szigorítottak rajta egy kicsikét, most már így több mindent kell tudni, ténylegesen. Meg azt hiszem, vannak talán kifejtős kérdések is, bár nem vagyok benne biztos, de valamiféle van szerintem. Szóval most már nehezebb, ez most nem így működik, de ja, úgyhogy én így. Ami előtte elkezdtél ilyen tréning, vagy nem tréning, mi a neve? A rutin. Ja, a rutin, meg mit tudom én, amikor először az oktatóba beüti az autóba, az előtte vezettél már kocsit? Igen. Tehát mit tudom, gyakorlás szinten? Igen, gyakorlás szinten parkolóba,
de az indulással, tehát úgy mentem oda már az első rutin órámra is, hogy az indulás az ilyen 50-50 volt. Hogy, sőt, inkább 40-60, tehát 40 az, hogy sikerül, 60 az, hogy nem. Tehát nagyon nem éreztem ezt a kuplung játékot, szerintem nekem az ott legnehezebb megtudni az indulást. Tehát, én is szörnyű. Attól félek amúgy. Az nagyon szörnyű, igazából azért is, mert nekem nem magyaráztak el túlságosan jól, mert gyakorlatilag annyi az egész, hogy kinyomod a kuplungot, egyesbe rakod, nyomsz egy kis gázt, mit tudom, 2000-es fordulatszámig mondjuk, és akkor lassan fölöked a kuplungot, és elindul. Nekem azt, hogy egyszerre kell játszani, ezt közben ezt meg lehet oldani. Nekem is azt mondták, hogy lenyomod a kuplungot, beteszed egyesbe, persze, és elkezded emelni a kuplungot, és nyomni a gázt. De akkor hogy kell? Leteszed izéba, beteszed, lenyomod a kuplungot, beteszed egyesbe, kb. 2000-es fordot, és akkor kezded el felengedni? Igen, ez így működik, viszont ugye ők már azt mondják neked, akik már tapasztaltabbak, ahogy ők jelenleg csinálják. Ja. Tehát most már én is úgy csinálom, hogy már nem is figyelek, már csak így, tehát tényleg már tök rutin az egész, tudod, már egyszerre megcsinálom izé, de eleinte ez nem így működik, hogy majd így egyből elindulsz, érted? Tehát ők azt akarják átadni neked, meg arról beszélnek, hogy milyen rutinszerűen vezetésnél már hogy csinálják. Aha. De először nyilván úgy kell kezdeni, hogy kinyomod a kuplungot, szépen nyomod a gáz finoman, nem kőgáz, és lassan fölgeld a kuplungot, akkor szépen el fogsz ülni, és nem fogsz lefulladni. Én azért fulladtam, mert sokszor, mert mindig egyszerre próbáltam, és túl kevés gázt adtam, levettem a kuplungra a lábam. Szerintem sokkal, én a vezetés alapok videómban is van egy-két ilyenem, ott is elmondom ezt az indulásnál, hogy először nyomd ki a kuplungot, egyes, szépen engedd rá a gázt, 2000-ig mondjuk, te ki alacsony hangot halljál, lassan felenged a kuplungot, nagyon gyönyörűen el fog indulni az autó, lefulladás nélkül. Ennyi. Okay. Tehát alapban, amikor játszol egy játékkal, teljesen, tehát ne is hasonlítsuk össze az autóval, amikor beülsz és kormányzol, hogy mikor volt az, amikor ugye elkezdted érezni az autót? Tehát, hogy tudod azt, hogy mennyire kell fordulni, mit tudom én? Ez jó kérdés, mert ugye eleinte nagyon, nekem általában a tanulási folyamatok sajnos nekem lassabb dolgok, mint mondjuk átlagos ember, nem azt mondom, mint az átlagos emberi, talán egyezik az átlagos emberével, de sok minden nekem, tehát nagyon sokat kell gyakorolnom, hogy tényleg összeálljon automatikusan minden. Én nem tudom megmondani, mikor kezdtem el érezni, azt tudom, hogy nagyon fura, amikor már ment az indulás meg minden tök flottul, akkor volt az, hogy egy forgalomban már elkezdtünk vezetni, és a tükör volt nagyon fura, a két oldalsó tükör, hogy most melyik, vagy akkor főleg több sáv van, tudod, most az a sáv, vagy az most melyik sáv, és abban vagyok, tehát az volt fura. De magát az autót érezni, az igazából... Csak azért mondom, fura nekem, nem, igen. Azért fura nekem, mert hogy bal oldalon vagy, és azért a jobb első csücsköt hogy érzed, érted? Ja, értem. Tehát igen, hogy nem azon a természetes középen ülsz, igen. Hát nem tudom, igazából ráérez az ember egyébként hamar. Én egyébként csináltam egyszer egy olyat, hogy kiraktam ilyen, nem is tudom már miből, aztán kukákból, vagy ilyen akadályokat egy ilyen parkolóhelyre, vagy valamit csináltam, nem tudom pontosan, lehet egy utcán, valahol ilyen kieső utcán, hogy kipakoltam négy ilyen kukát előre-hátra, és tudod, próbálgattam azt, hogy mennyit kell még tekerni, hogy úgy hozzáérjek, tudod, hogy mennyit. Tehát így leteszteltem, hogy mennyi van még ott hátra. És akkor így meg lehet szokni. Egyébként meg, hogyha ott vagy, hogy nem érzed, még mindig ott a lehetőség, mint a kamionsofőrök is mondják, hogy kiszállsz és megnézed, hogy mennyi hely van még. Tehát nem mindig kell, az a baj, nagyon sokan elkezdenek kapkodni, meg rohanni, meg úristen, nézd, mit tudom én, de hogyha nem érzed biztos, akkor kiszállsz, megnézed, és akkor minél többször megnézed, annál jobban le fogod vágni, hogy ja, még ott még van hely, még van, csalóka, először, de van hely. Amikor beütél a kocsiba, akkor hogy volt ezzel a jaj, nem érzem a kocsit dologgal? Tehát nem féltél attól, hogy úristen, kifordulni, hogy kell, hogy ne érjen az... Ó, dehogy nem, bőven fostam tőle, főleg amikor először mentünk ki forgalomba. Tehát amikor maga ott a rutin pályán nem fosik az ember, mert ott nincs semmi. Tehát van egy-két ilyen fém rúd, amiket neki mész, nem lesz semmi baj. Tehát, hogy igazából ott nem nincs ott több autó sem, tehát nagy helyek vannak, tehát ott nem nagyon van probléma. Azért a rutin pályán tök jól érted az autót, ott van egy-két ilyen parkolási, legalábbis nekünk volt, nem is tudom, lehet, hogy már nincs is rutinvizsga, én egy ilyet valami is tudom. Valami ilyesmit is hallottam, nem mondunk konkrétumokat. Igen, de azt tudom, hogy nekem még volt, és akkor ott kellett, például a vizsga nekem ugye rutin volt, meg forgalmi is volt, ugye a gyakorlati részen belül. A rutinban például a végén húzni kellett egyébként, voltak különböző ilyen feladatok, hogy lejtőről való elindulás fölfelé, anélkül, hogy nyilván hátra csúsz, vagy párhuzamos parkolás, vagy beállni kapubeállóba háttal, vagy eszembe. Ezek baromi jók voltak, mert tök jól megtanultad egyébként. Uh-huh. És aztán pont azt húztam ki, hogy szembe beállni, ha minden igaz. Ami könnyű volt, meg aztán pont kihúztam meg volt szlalom, ilyenek voltak, meg aztán, és akkor ezeken a rutin részeken baromi jól megérezted az autót, amikor a szlalomnál baromi jól ráérzed az autóra, meg hogy be kell állni, tudod, szóval. Ezeket nekem maga az a rész, hogy éreztem az autó dimenzióit, hogy mi, hogy, mekkora, az még úgy ment. Az nem volt része, csak tényleg az indulás, a váltás volt még zűrös,
hogy úgy váltani, hogy ne nézzek le, hogy hanyasban vagyok, meg ugye, hogy... Ja igen, a H-váltót így érezni. Igen, igen, az egy kicsit tré. Igazából, hogyha már indulsz, vagy már gurulsz, meg mész és sebesség, akkor már nem nagyon tudsz lefulladni. Tehát, hogy ahhoz már nagyon nagy tehetség kell, mint hogy 5-ösbe fogod, és akkor mint a nullára lelassítod, persze, hogy le fog vizé. És nem nyomod ki a kuplungot, persze le fogod az egész fulladni. Hát alapul annyi, hogy ugyanúgy benyomod a kuplungot. Persze, tehát ez is egy, én ezt mindig is így vettem, meg a mai napig is. Leszed a gázról a lábad? Persze. Tehát, hogy kinyomod a kuplungot, mint minden esetben kinyomod a kuplungot, ha sebesség vagy, ha nem, és kinyomod a gázt, akkor nem fog történni semmi. Mert nincs meg a, én sem egy nagy műszaki zseni, de nincs meg a kapcsolat gyakorlatilag a fogaskerekek között, és ugye maga az a, tehát úgy kell elképzelni kicsit szerintem, mint mondjuk a bicikli váltót. Ugye minél nagyobb láncra kapcsolsz, annál nehezebb lesz? Minél nagyobb a kerékre kapcsolsz? Hát egyesben fogad. Nagyon könnyű menni, hatosban már nehéz. Én úgy emlékszem, hogy... Jó, csak az egyes az a legnagyobb vagy a legkisebb? Hát az egyes alapvetőleg a legkisebb, vagy egyes. Aha. Tehát a legtöbbet kell tekerni, és akkor alig mész, mint a hülye. Hogyha hatosba kapcsolsz, akkor egyet tekersz, azt már mész 5 métert, de lehet, hogy pont fordítva van. Ja, érdekes egyébként, ez az automatik pont fordítva van, ugye, mert hogyha a biciklibe, ugye nyilván úgy indulsz, hogy egyesbe. Tehát, hogy könnyen tud tekerni. Biciklibe nagyon nem, hát ja. Könnyű tud tekerni, aztán váltasz kettőbe, már nehezebb, és akkor úgy tudsz szépen, majdnem azt mondtam, hogy exponenciálisan, de megtanultam azt hülyeség. Lineárisan tudsz gyorsulni, tehát folyamatosan tudsz gyorsulni, egy ilyen tök dolgi, mert egyre nehezebb, és akkor ugye, ahogy mész, egyre gyorsabban haladsz. Az autón ez pont fordítva van, mert minél... nem, igazából ugyanúgy van, hülyeségeket beszélek, egyébként ugyanazon, az egyesben is ugye ki, nagyon... Nem, pont fordítva van, mert az egyesben, az autóban hatalmas a nyomaték. Én nem itt arról beszélek, hogy tehát minél magasabb sebességbe váltasz, annál kisebb lesz a nyomaték. Ugye ez azt jelenti, hogy annál kevesebbet tudsz gyorsulni. Mm-hmm. Tehát egyesbe azért van, hogy kihúzhatják egyesbe, akkor nagyon hirtelen ugye, hatalmasokat tudsz gyorsulni. És minél jobban váltasz 2-es, 3-as, 4-es, 5-ösbe, veszít a nyomatékából. 5-ösbe például, mit tudom én, 130-40-nél alig gyorsul az autó, ilyen nyomott padlógázza. Tehát egyesben nyomott padlógázza, hát kirepülsz a francba, tudod. Tehát ez is egy ilyen dolog, hogy viszont a biciklinél meg pont folyton, mert a legkisebben ugye kicsi a nyomatékod, mert ugye tekered, mint egy hülyes, alig haladsz, igen, tudod. Igen. Viszont ugye a legnagyobban nagy a nyomaték, mert tekered, ahogy tudod, és mégis haladsz rohadtul, ja, mert... Okay. Szóval ilyesmi. Tehát amikor váltasz, mit tudom én, már mész 3-asba, akarsz 4-esbe váltani, akkor lenyomod a kuplungot, felengeded a gázt, beteszed 4-esbe, és ugyanúgy, mint elindulásnál nyomod rá a gázt, és Nem, utána szépen egyből... Mert ott egyből, már van fordulatszám. Ott már van fordulatszám, ott igazából annyi az egész, hogy felengeded a kuplungot gyakorlatilag, amilyen gyorsan csak lehetséges. Tehát, hogyha beraktad a 4-esbe ugye a váltót, a gázt azt nem nyomod közben, ugye? Hát ez mostanában már csak ennyit volt, egy ilyen másodperc az egész. Ezt is rá kell érezni. Utána felengeded a kuplungot akár, végülis akár gyorsan is felengeded a kuplungot, nem fog lefulladni, ugye? És utána nyomod a gázt. Ha egyszer csinálod ott viszont, akkor meg lesz egy ilyen nagyon ronda a hang, tehát ez a tehát így fog gyorsulni, az nem jó. Olyat kezdsz, hogy a folyamatos váltást akarsz, tudod? Tehát akarsz egy ilyen folyamatos hangot hallani, ezt a akkor csak így elvileg ilyenkor súródik egymáson. Tehát minél jobban csúsztatod a kuplungot, tehát ugye engeded fel a kuplungot, és nyomod rá a gázt, akkor jobban súródik, és előfordul ilyen égett izé. Jó, értem, persze. Az sem túl jó. És akkor most én is visszakérdeznék, hogy te, mint így, jogosítványra álló egyén, vagy aki szeretne jogosítványt szerezni, hogy állsz ezt a dolgot? Tehát van, amitől fosol egyébként? Tehát, már a kérdéseidből leszűrtem egy-két dolgot, hogy mik a kérdéses pontok, de ezen kívül van-e még valami? Hát én alapból az egész félek, tehát nagyon sokan mondják azt, hogy szivatnak, meg mert hogy a pénzedet akarják kicsikarni. Ja, Oké, most én látok ebben is, tehát lehet benne igazság, de én nem az, amit tényleg nagyon félek, hanem egy az elindulástól, attól nagyon-nagyon-nagyon félek, mert ilyen furának tűnik az egész. A másik, amitől nem is a... De félek tényleg az, amikor például Pesten mész, van egy 50-es tábla, mint mit tudom én, pár hónapos friss jogsis, és 50-es tábla van, és mennek előtted 60-nal, mögötted meg már izénak idegeskednek. Persze. És ugye fel kell itt venni a tempót, de azért több félsz, mert friss jogsít, ne büntessenek, meg mit tenni. Tehát, hogy alkalmazkodni a többi emberhez az utakon, ez az, amitől még nagyon-nagyon félek. És ugye én alapvetőleg leteszem a jogsit ősszel, én már tavasszal vagy nyáron veszek kocsit, és én már járni fogok azzal Pestre. Persze. Tehát, hogy azért az úgy elég kemény lesz. Itt egyébként egy olyat láthatunk, hogy egy kutya üldözői galambot. Igen, tök szexi. Egyébként vezettél már valaha? Hát az túlzás, hogy vezettem, mondjuk én úgy, ilyen kieső utcákon valamit próbáltam magam tartani. Igen. De olyan félelmetes, hogy egy ilyen nagy állat valami miattad megy. Igen, hogy te vagy a felelős az egész gépért. Igen. Egy gépet kezelsz gyakorlatilag. Hogy ugye,
meg, meg az, hogy mennyire érzem az autót. Tehát, hogy én ott ülök elől, de bal oldalon, és hátra nézek, és ott van valahol az autó sarka. Igen. És hogy azt én hogy fogom érezni? Hogy lesz az, amikor én tolatok? Tehát vannak ilyen alapvető dolgok, amitől én... Ja, meg a váltás. Aha. Tehát nem csak amúgy, hanem hogy azt úgy megtanuljam, hogy ne kelljen lenéznem. Persze. Tehát, hogy tényleg folyamatosan menjen a dolog. Ja, amitől még tényleg nagyon félek, az, hogy lefulladok például egy kereszteződésnél. Aha. Ahol van egy lámpa, és akkor dudának, elszidnak mindenhova, szóval ezek azok, amiktől igazán félek. Mm. Hát nekem... Ilyen kressz, bocsi, kressz, meg ilyesmi attól annyira nem, mert érdekel. És úgy gondolom, hogy ezt akkor így meg tudom tanulni. Mm. Ja. Persze. Ja, ezek. Ezen kívül nagyon így szerintem nincs. Mm. Hát ezek igazából tényleg ilyen olyan dolgok, amiket így tapasztalva tanulsz meg. Hát nekem a legnagyobb ilyen parám az volt egyébként, hogy a lejtőn hogy fogok elindulni. Attól én remektem. Tehát főleg az, hogy gondolj be, hogy mögötted áll egy kocsi sor, és úgy indulj el, hogy ne gurulj hát, hogy ne menj neki. De azt hogy indulsz el? Úgy indulsz el, hogy semmi, tehát üresben van az autó, ugye jár a motor, kézifékbe van húzva, mert behúzod a kézifékét, ne gurulj hát, ugye féket sem nyomod. Berakod egyesbe, kézifékbe húzva marad, és akkor elkezded nyomni a gázt ugye, 2000-ig ugyanúgy, ahogy szoktad, és azt tudod észre, hogy egy kicsit megemelkedik a kocsi orra, mert indulna el, de nem tud, mert a kézifékbe van húzva. Ebben a pillanatban így kiengeded gyakorlatilag a kéziféket, és ott meg kell tartani a kuplungot pont egy pontban, meg a gázt egy helyben, és akkor szépen el tudsz ízni, úgyhogy nem húzsz vissza. Az nehéz, az és nekem nehéz. Kanyarodni. És közben akár kanyarodni, és ilyet, és forgalomban ez nagyon parat. Tehát azt, hogy még mögötted van valaki, kicsit hátra gurultál egyszer pillanatra. Hát volt már ilyen, nem egyszer, hanem rám gurultak amúgy. Hát, sőt, olyan is volt, hogy egy irányú utcában mögöttem hatalmas sor volt, csávokám kitalálta hírt, hogy elkezd veszettől tolatni. De tényleg, és nem tudtam sem erre sem menni. Hát ha addig picikét tudtam hátra menni, de majdnem nekem tartott kő izomból. Az öreg barom. Nem tudom, mert hülye volt. Szóval az a baj a vezetés még az is nagyon para, hogy oké, hogy te lehet, hogy nagyon jól tudsz vezetni. Tehát eljutsz olyan pontra, mit tudom én, 7 év után, vagy ne, jó, 2 év után, 2-3 év után mindenki más idő után jut el oda, hogy rutinszerűen tök jól vezet. De basszus, az a baj, hogy a vezetés az egy olyan dolog, hogy nem csak te vagy ott. Ja. Tehát itt paromra kell figyelned mások helyett is. Hogy nem jöjjön beléd a hülye, nem meg arra is, kell gondolom akkor figyelni, hogy mások mit gondolnak. Tehát más a vezetési stílus, más. Tehát lehet, hogy ő éppen lassítani, tehát hirtelen fog lassítani. Figyelni kell a másikra, hogy szépen ügyesen lassítasz, fokozatosan, és akkor hirtelen. És amikor fékezel, akkor lenyomod a kuplungot, nem? Na most ez is egy érdekes dolog, mert van motorfék is, ugye? Tehát az pedig olyan, hogy mit tudom, hogyha mondjuk azt látod, hogy mit tudom én, nagyon picikét kell lassítanod. Mondjuk mész 4-esben, mondjuk egy 50-nel. Picikét lassítanod kell, akkor utána visszarakod 3-asba, felenged a kuplungot, érezni fogsz egy erős ilyen fékező erőt. Tulajdonképpen visszarakod egyébként, de ugye minél kisebb sebesség vagy, annál erősebb a motorfék. Tehát ugye 1-esben vagy és nyomod a gázt, és leveszed a lábadat a gázról, akkor így fogsz járni. Azért látod a filmeket, hogy sokszor, hogy tudod, nem érzi a kuplungot, nem játszik a kuplunggal. Aha, mert aha. Az egyesben nagyon erős a motor. De egyesben akkor... nagyon nem is szokott tenni a kocsi, mert... Nem, most csak az indulásod kezdik. Indulás, persze, és akkor körülbelül 5 másodperc, rá már 2. Egyesben még nagyon érdemes használni, hogy mondjuk légkondis az autód, és mondjuk kicsikét húzza az a motor teljesítményt, akkor mondjuk amikor emelkedőn mész lassan. Akkor muszáj az egyes nyilván, hogy nem is lassan, de szóval ilyenek. Meg ugye kilövésnél nagyon fontos az egyes, amikor ki akarsz gyorsan vágni valami kereszteződésbe, akkor abba kell húzatni. Úgyhogy ja, de tényleg ez a része nagyon para, hogy mások helyet is figyelned kell, sok barom helyett. Tehát, hogy nagyon sok ilyen van, hogy neked akar jönni. Azzal meg, hogy most idegeskedik mögötted, le kell szarni, nyomni kell a hátsó ablakmosót, és akkor majd lekopik a köcsög. Mert valamikor nagyon közel jön meg, és akkor azt szoktam, hogy egy picit beállítom néha, hogy hátrafele spicceljen. De tényleg, amúgy akkor rászpiccelsz, egyből lassít, kész. Budapest, meg kell oldani, föl kell találni. Tényleg egyébként. Úgyhogy ja, ez egy kicsit parás. Meg hát ugye, ami még para itt, hogy nem vagy festés. Igen. Valamikor erre kanyarodik az a rengeteg sáv. Igen, tehát ott olyan, meg valamikor nem is látszik a sáv, hogy most merre akar menni, mert már le van kopva, de a pestiek azok vágják, hogy mi merre van. Így van. Főleg este. Főleg este, a mai napig egyébként nem szeretek akkor vezetni, hogyha este van, és nedves az útburkolat. Tehát eső van. Akkor ugye az eső, a vizes útburkolat nagyon szépen elmossa a fehér útburkolati jeleket, tehát a sávfelezőket, a sávvonalakat, stb. Ezeket nagyon szépen elmossa, viszont nagyon szépen tükrözi a világításokat. Azt tudod, hogy hova mész, más mellette tudod, meg is rohadtul tudja, meg megy minden felte, meg ott szarakodsz, nekem is van egy somosz ilyenkor, amikor kicsit olyan önbizalom hiányosan vezetek, még mai napig is, hogy ilyen esős idő van, és este van, meg olyan helyen, amikor nem is voltam még, akkor ott inkább lassan megyek.
De ez a másik, hogy tudnod kell, hogy mikor menj lassan, és akkor tudnod kell, melyik sávba, lehetőleg az út legjobb szélén. Igen, tehát már a legjobb oldali szélén. Agyfasz. Tehát akik meg tud, magabiztosak meg tudnak menni, azok menjenek nyugodtan, elmeheted a picsába, szard le őket, menjenek, te meg menj a sátán. Ja, meg hogy én ugye autópályán fogok járkálni fel Pestre. Igen. Hogy azért az félelmetes lesz. Az autópálya a legegyszerűbb. Jó, de nekem félelmetes lesz az, hogy jövök 120-szal. Igen. És mondom, ilyet csinálnék, felborulnék a picsi. Jó, nem biztos, hogy ennyitől, csak mondom, hogy itt nagy ennyi. Nagy sebesség, nagy ilyen sebesség. Minimum ennyi, és már így... Igen, már így. Igen, igen. És ott a legkisebb manőverek nekem már... Nekem nagyon para lesz az. Igen, hát nekem az a para nagyon mindig, vagy sokáig volt param, hogy full sötétben autópályám. Mit hogy látsz előtted, nem tudom meddig mondjuk. Hát ködlámpával... De ködlámpát nem használ sima sötétben. A ködlámpát azt akkor használ. Vagy mi a reflektor? Hát, de hogyha meg előtted vannak. Ja, hát jó. Hát tehát akkor jó, hát látod előtted a lévőnek a hátsó helyzetjelző világítását. Igen, mert az, hogy van az irányjelző, tudom, az index, tudom, a helyzetjelző, meg ja. Ezt sosem kevertem a videómban. Tudom, láttam, láttam. Tudja. Szóval akkor látod, én attól fostam, mint tudod, hogy megyek a sötétben, amikor nincs előttem senki, nem használok reflektort, mert szemből meg jönnek, tudod, másik oldalt, akkor sem használhatsz. De előtted még nincs senki, hanem azt, hogy csak korom sötétség van előtted, és tényleg igazán nem látod, hogy én 3 méternél tovább. Izé. És attól félni, hogy csak hittem, hogy így lemegy az út, és kirepülök a francba. Ja. De miért menne így le az autópálya, érted? Szóval csak az agyam csinálta. Jó, szóval... de azért így félelmetes, amikor mész 120-szal az autópályán. Hát, igen. Nagy sebesség. Jó, hát szerintem... Ja, a lényeg az, én még azt oda tenném a végére, ja, nyugodtan, hogyha megszerzitek a jogosítványt, akkor ne higgyétek azt, hogy ti jampik vagytok, meg menő gyerekek vagytok, meg hogy szágúdozhatok. Én úgy be fogok fosni, mint az állat. meg hogy szágúdozhatok, mert volt ebből halálbaleset, és nem akarok az apukátok lenni, meg a jó fiú, hogy a drog jó értem, vagy nem, a drog rossz értem, hanem tényleg, tehát felelősség teljesen vezessetek, tehát ahogy a Patrik is mondta, egy olyan gépet kezelsz, ami körülötted van, 1 tonna, 1,5 tonna súlyú, nem játékszer. Tehát főleg nem játékszer, simán kioltatod egy gyalogosnak az életét, simán baleset okozhat, saját életedet, tehát ez felelősségteljes dolog. És tudom, hogy nálam azt látjátok pára, hogy vezetek, és akkor persze, most ide megyek, meg beszélek közben, 7 év. Tehát 7 év után már van, amikor már észre sem veszem, hogy jutok haza, és mégis hazajutok. Ez ilyen rutin lesz, olyan nálad a videóvágás, meg nálam a videóvágás. Eleinte tudod, hogy jaj, mit nyomok, hogy meg, és ma meg már így kész. Automatizálod, csak azt mondom, hogy először, amikor megcsináltok, akkor tényleg ne higgyetek azt, hogy ez ilyen laza dolog. Legyen bentek egy enyhe para, meg hogy mondjam... Hát figyeljünk. Figyelni, rohadtul kell figyelni, én mindig. Úgyhogy ja, ilyenekre érdemes szerintem odafigyelni, így ámblok. Szerintem kiveséztük teljesen a dolgot, legyetek felelősségteljesek, ez így a zárszó. Hát én az leszek, az biztos. Hát megpróbálok vigyázni, de igen. Tényleg azért tényleg, igen, sok minden. Szóval azért gondolj be, hogy elindulsz otthon egy épp kocsival, te is épp vagy, mit tudom, és hány olyan baleset van, hogy nem ér oda, ahova kéne, vagy nem ér haza. Tehát ne egy ilyen hülyeségbe halljon meg. Van, amikor saját hibájából. Igen, igen. Tehát, hogy gyorsan megy, neki megy valakinek, és okozol 500.000 forintos kárt, amit meg kell térítened, mert a biztosító nem fizet, mit tudom, tehát azért nem játék. Ja, sokan, mit a Need for Speed-eznek itt az utcákon is, de én soha nem leszek ilyen Need for Speed-es izé, hogy megyek, mint az állat, mert az, hogyha csak a saját egészségemet félteném, akkor azt mondom, vagy az adott ember, akit Need for Speed-ezik, csak a saját egészségét nem féltené, hanem kockáztatná, de nem csak a sajátját, hanem az adott másik ember, a másik embernek az autóját, akárkit, érted, és azért te se szeretnéd nyilván azt, hogy lemegy anyukád a boltba, azt nem jön haza, mert elütötték. Persze. Én ezt tudom csak mondani, és én itt tanultam meg azt, hogy felelősségteljes leszek. Persze. Úgyhogy tényleg ez a legfontosabb, felelősségteljesen, körültekintően, és nem földhöz ragadtan. Tehát nem elszállni tényleg attól, hogy van jogosítványom, jampi vagyok, állat vagyunk, baszassuk neki a Skrillexre 160-as BPM-mel, ezt amikor ezt Aher Gábortól vettem át, úgyhogy plágium, de nem, mert kivettem, de annyira tetszett az a 160-as BPM-be tekertünk a Knifeport-t. Minden szóval földhöz ragadtan ez a lényeg, tényleg tudjátok azt, hogy ti kik vagytok az úton, fogadjátok el, hogy ti noobok vagytok, kezdők vagytok, ahogy mi is elfogadjuk a Counter-Strike-ba, hogy noobok vagyok, kezdők vagyunk, ennél jobb hasonlata nem tudok élni a generációtoknak. Úgyhogy ja, szerintem mindent átadtunk. Köszönjük szépen! Oh, ekkora! Micsoda egyszerre! Te köszi István, hogy itt voltál ma is!
Hát én köszönöm szépen, hogy még mindig itt vagyunk. Gyerekek, találkozunk a következő kibeszéljük részbe. Nyomjatok egy lájkot, ha tetszett, kommenteljetek. Én akartam mondani, de én mondom. Hogyha tetszett, ugye. Ja, de mond. És vezessük meg autót, ha tetszett. Sziasztok. Isti csatornája leírásba. Köszönöm szépen a figyelmet. Pisztácia, sziasztok. Na sziasztok gyerekek, itt vagyunk a kibeszéljük következő részével. Itt egy csodálatos busz. Köszönjük. Szia Isti. Szervusz Patrik, és szervusztok Patrik nézői. Na és ebben a videóban arról fogunk beszélni, hogy néhány ember olyan kommenteket ír, legfőképpen erről, hogy ne csinálj ezzel a gyerekkel videót, miért csinálsz ezzel a buzival a videót, mit tudom én, tehát hogy el akarja dönteni konkrétan az Isti helyett, helyettem, bárki helyett, hogy kivel csinál videót. Igen.